A Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Házban nyílt meg a Derkovics kör hagyományos tavaszi kiállítása. A nagy érdeklődéssel várt tárlatot Karocka Jottó festőművész tanár, az alkotók mestere, a tárlat kurátora ajánlotta a képzőművészet barátainak figyelmébe. Az alkotóknak a rajzi felfogása, ábrázása az változó, ugyanúgy a adottságok is, a képességek is. Van közöttük különböző ember, olyan is, aki grafikai általános iskolába, képzőművészeti iskolába járt, képzőművészeti gimnáziumba. Egyszerűbb mesteremberek is vannak, vagy aki már gyerekkora óta élelt ezt a lehetőséget, hogy majd festeni fog, rajzolni fog, és akkor ezeket most megvalósította. A Derkovics képzőművészeti kör több mint 6 évtizedes múltjával Fejér megye legrégebben működő és az egyik legrangosabb alkotóközössége. A kör tagjainak munkáit önálló és csoportos kiállításokon rendszeresen láthatja a közönség. A Barátságházban még alkotó műhelyünk volt, de mivel ez megszűnt, kiszorultunk onnan, így a Vörösmarty Művelésháznál csak lehetőségünk van, terembérletünk van, nem alkotó műhelyként dolgozunk, hanem megnézzük a munkákat, értékeljük és adunk útmutatást, hogy milyen irányba tovább. A kiállítás, amely április 28-áig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében, megerősítést nyújt mindazoknak, akik figyelemmel kísérik a teremtett értékekért dolgozó alkotóemberek munkáját.